A zempléni fiatalok határok nélküli együttműködéséért egyesület már megalakulásakor azt a célt tűzte ki, hogy segíti, támogatja a határon túlélő magyarokat, keresi a kapcsolódási pontokat a határon túli magyar településekkel, közösségekkel. Ezt a munkát az elmúlt évek során az önkormányzattal közösen végezte a civil szervezet. A kialakult testvértelepülési kapcsolatok mára átléptek a csupán önkormányzatok közötti együttműködésen. Komoly kapcsolatokat építettek ki városunk iskolái, a testvértelepülések iskoláival, városunk civil szervezetei, az ottani civil szervezetekkel részt veszünk egymás rendezvényein, közös rendezvényeket szervezünk, és ezzel igyekszünk ápolni és erősíteni ezeket a nemzetközi kapcsolatokat, a város nemzetközi kapcsolatait, illetve a hazánkon, a határokon túl élő magyarok kapcsolatát a városunkkal. És hát ezt a tevékenységet polgármester úr teljes mellszélességen támogatja. A Szamosvölgyi Péter által vezetett sátorolja újhelyi képviselőtestület több alkalommal bizonyította, hogyha kell, segít a határainkon kívül rekedt magyar közösségeknek. Ha szükség volt rá, gyűjtéseket szerveztek, de jótékonysági estekkel, és a határon túlélő magyar fiatalok táboroztatásával is a magyarság ügyét próbálták szolgálni. A város vezetője ezen tevékenységekhez is partnerre talált a Zempléni Fiatalok Egyesületében. Ez az egyesület kimondottan erre a célra, ennek a kapcsolatrendszernek az erősítésére, a közös gondolkodás, a magyar-magyar kapcsolatok felvételére alakult és jött létre. Tartalmas és fantasztikus programokkal, amivel teljesen tudok azonosulni, és nagyon köszönöm azt, hogy ez a fiatalokból, középkorokból álló egyesület immár nem első alkalommal úgy gondolja, hogy az önkormányzati választásokon, mint civil szervezet le kell tenni a voksát. Nyilvánvalóan nem csak a szavazó fülkében kell meghozni a döntést, hanem meg kell próbálni a jó értelemben orientálni azokat, akik majd szavazni fognak, hogy igen, mi, akik így gondolkozunk, erre és erre a személyre fogunk szavazni, jelen esetben ezt a bizalmat én kapom meg. Amit. A megkezdett közös munkát a következő önkormányzati ciklusban is szeretné folytatni a Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület és Szamosvölgyi Péter.